level 10 után, és itt van a Misfits a kék sarokban. Hasul játsza majd Tychus-t. Nurok élet végül. A Zeratul is. Blambi, Muradin. Darkmox szókol majd Dehakával. És Splendoré pedig Malf. Még a másik oldalt Fnaticnél Breeze lesz a Muradin Varian. Dreamy lesz Li Ming, Quacknix Greymane, Smexy Style lesz Gregar, aki a healt ossza, és Wubi lesz Tyrael. Lent pedig már el is indul. A Fnatic megint agresszorkodva kezdi a második meccset már, és úgy tűnik Quacknix lehet az, aki ebből rosszul jön ki, de végül hát kiszámolták azt a 20 HP-t. Újra érkeznek a twittek. Tegnap is, tegnap előtt még nem voltak, de nem is baj, én szeretem ezeket a kis üzeneteket, amiket beírogatnak. Kicsit izgalmasabbá és viccesebbé teszik a napot. És a trap. Maxi lenne a célpont, mert Breeze-nek azért ott van a Perry, kibírna vele jönni, de nem húzzák, halasszák, leclearlik a V-vet és rohannak is tovább valószínűleg. És hamarosan spawnol is a templom. Oppa, 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 Breeze. Kibírsz jönni? Sikerül. De viszont Blumbi lehet nagy bajban, ez első halott. Ki tud-e jönni? Hát mit csinál a Fnatic? Nem az, hogy kijön egy emberért, föl tudnak... Atyaig, négy embert hoznak el a második percben, úgyhogy Blumbiról... Blumbinak dobáljuk a kereszteket, hogy élsz túl, barátom, ki tudsz-e jönni? Hát kijönni nem tud, de cserébe négy ember. Egy szint is dupla templom a Fnaticnál. Hát na, erre mit fog reagálni a Misfits? Atyaék, micsoda play. Hát, négy killel indítani egy ilyen nagy meccset. Eléggé megmutatja az erőviszonyokat. Nem és hiába. Lehet dicsérni. Nerf felték le azt a variant, bocsáss meg. Jogos a nerf. Látván, hogy itt mire képes. És se stun nem volt, és se taunt. Mert még nem érték el a szintet, de most már megvan. Jól is használta. Egyébként templomokban nagyjából ugyanannyit hoznak el, hiába volt ez a 4 kill. Templomban nem, nincsenek előrébb. Ő viszont már is indítanak egy campet az alsóra. És engage-elne Blumbira, Blumbinál még ott volt a kiugrás. De ugye, ha nem hal meg, Muradinnak nagyon gyorsan vissza tud töltődni a HP-ja. Engage-elnek rá Muradinra is általában, azért a nagyobb csapatokat nem nagyon érdekli ki a target. Egy jó fókusz legyen, aztán lemeltelődik Muradinnak a HP-ja is, ha arról van szó. Hasunk szép volt. De nem nagyon jött rá aztán. Ez kellett volna pedig. És nézd meg, a Fnatic dönt jobban, megpróbálják elhozni a Healing Fountain-t még a következő templom előtt, de most hátrább kell, hogy vonuljanak. Tisztában vannak Zeratul jelenlétével, és az nagyon tud fájni, hogyha azt a hatalmas burstet megkapja valaki, főleg egy Liming-nél. Hogy hozta össze Wubi Darkmokkal szemben azt a nagy HP veszteséget, az érdekes. Így van, arról a 1v1-ről lemaradtunk. 3-0 Splendornál és 3-0 Smexivel, mikor ezzel a két hőssel játszottak most a Western Clash-en. 100%-os győzelmük van mindkét supporttal, de itt most valaki elveszíti ezt. Jó, ez a Liming-ezés, hogy oldalról kiosztja a sebzést biztonságos távolságról. Egy fix pontra, egész egyszerű targetek. De nem tudják, hogy Zeratul is itt van. Így engage-elnek, de inkább visszalépnek.
Blambékat sem kell félteni, de látván az, hogy Muradin a main tank, a Misfitsnél és a Fanatiknál pedig Breeze hozta el Varian, sokkal jobban üzemel a Varian, és nem hiába tűnt el a metából Muradin ebben a patchben. Ugye mostanában kezd visszajönni, mióta Varian kapta a minusz tannerfjét, de itt látszólag gyengébb. Kettőjük közti különbség nagyon durván kijön. És nem a játékosokat minősítem, hanem maga a hőst. Igen, Varian sokkal gyengébb lett, mint volt. De én úgy gondolom, Muradin ugyanolyan erős, mint egy éve lehetett. Hiába, hogy volt egy kisebb revőrke. Darknak jó az érkedése. Ugye level 8-as a Misfits, kellene nekik egy jó kill, és talán Breeze meg lehet, de megint ugyanaz a fordatókönyv, mint előtt, de végül most sikerül elhozni. De egy az egyért. Meghal végül, de ha a hasú pedig beragad a fal köré. A saját falja szivatja meg egy kicsit. Kettő embert hoznak el megint Breeze életért cserébe. A fanatikusok meg lesznek level 10-esek, és ővék lehet a templom. És Dehaka lehet a gyenge pont, a nagyon gyenge pont, hisz top lane-en is ugye Tyrell-től kikapott, ezt láthattuk. Az első kill is, első halott is ő volt, és ebben a fight-ban is ő halt meg elsőnek, így már elérhetők a heroic ability-k Fnatic oldalnál, így már nem tudna bemenni a templomért. Meg is szerezte az alsó fortot a Fnatic, míg a campet nem tudta elindítani Misfits, így nem tudta a felsőt cserébe elhozni. Talán majd most. És bosshoz orientálódik mindenki. Plumbi kicsit túl mélyre jön. Nem tudhatja, hogy ki merre van. Ott is nézd csak meg azt a kis totemet. Smack Scout totem. Így van, hát healingnek hívják, igen, de most scout szerepet tölt be is. El tudják végülhozni a Misfits-esok a campet, kellett nekik, megvan a level 10 most már mindkét oldalon. Varian-nel látjuk a Tauntot, a Sancti van Tyrell-nél, Wave of Force, Slimming, Ancestral Healing van Regar-nál, és hát a jó reg, ha jól tudom, talán Bullet, valami fajta Bullet neve van a Greymane heroiknak, amit most használ is, ha jól látom. Még Misfits oldalon jött az Odin, a Twilight Dream, ahogy chaten említették, a War Prism, a Avatar és az Adaptation. Ez drafton jósoltuk meg. Ezekre vártunk mi is. Igen, és látszólag, hogy annyira fél Dehaka is, hogy Adaptation-t hoz. Szinte dupla tankkal tolja most a Misfits all-in-be. Kell is, mert a Cursed Bullet elképesztő sebzés ki fog tolni rájuk így is. És azért, mikor Muradinnak van mondjuk 6000 HP és abból eltűnik 35%, na hát azt majd meglátjátok, hogy akár Muradin is lehet a main targetje a Fnaticnak könnyedén. Sőt, lehet az lenne a legjobb. Ez 35% az nagyon sok. Több ezer is lehet egy Muradinnak. Plumbira, de jó volt az engage. Kell nagyon a cleanse, ezt jól látod. És az a baj, hogy most kijön a cleanse, CD-re kerül, a main tankra kell, hogy eljön a cleanse, innentől kezdve pedig bárki targetel Breeze, az konkrétan el fog hullani. És ugye a cursed bulletek kb. Van 35 szek CD-ebbe, ez a jó, hogy szinte mindig elérhető. Nagyon nagy kompja van a Fnaticnak, és nem hiába vezetnek egy szinttel. Én is ezt a cleanse-t emelném ki. Egy percig nem jön, és ez addig nem tud sehogy kijönni, szinte Misfits egy engage-ből. Míg a Tauntnak ugye 18-ek CD-je van, tehát hogy háromszor Tauntol. Osztom ekkorát harap bele. Igen, elképesztő. Csak egyetlen gomnyomás volt, annyira messziről, hogy kétszer, nincs is képesség. Kétszer lövi a bullettet, és háromszor Tauntol Varian, míg ugye csak egyszer van cleanse. Splendornál, ez a veszélyes most a Fnaticnál. Ha ezeket jól kihasználják, akkor akár könnyedebben is nyerhetnek, mint előbb. Míg Fnatic oldalon könnyebb a kijövetel, ez egy
jól irányzott Clancel ki lehet szedni a Tyrellt, és akármilyen esetben legalább ott a Sanctification, és mindenkit a környéken ki tudnak szedni. Megijött. És újabb engage Bloombira. Megint jött a Clancel rá, nincs már több, Rizék pedig lassan fordulhatnak vissza egy 20 sec múlva, de tudja a Misfits, hogy most mennie kell, mert Clancel nincs, de CD-n sincsen, se Taunt, se Bullet, úgyhogy mennie kellene, és próbálkoztak is. De végül úgy döntenek, hogy ebből most már nem biztos, hogy jól jön neki, ha eddig nem sikerült kill szerezniük. Jó a döntés. Kötelező kempet azért elhozzák, de hamarosan jön a templom fázis. Breeze-ről kapunk egy információt, a 100%-os win rate-éről, 3 meccs alatt, és egyetlen haláláról. Igen, Varianna-nal ráadásul. Ami egy frontline karakter, és egész könnyen meg tud halni. Bár nem ez lenne a szerepe, de a frontline az direkt erre a célra van, hogy jó halljon meg elsőnek. Easy camp. Érkezik majd a Misfitshez, és utalék éregetik a fanatikot egy szinten belül már. Veszve semmi nincs. Na, megnézzük a push, viszont ugyanúgy állnak a csapatok. Talán egy portal többen rendelkezik a fanatik. De az viszont könnyen lerombolható már így a 11. perc után akár. Nem is nagyon helyeznek rá súlyt. Ez túl sokat nem ér. Bár kéne az XP. Közel a 16, a Holy Ground, és utána lehet menni bosszolni is akár, hisz a Holy Ground-dal könnyen ki lehet zónázni, és a másik oldalon nincsen semmi rá, amivel meg tudnánk ezt állítani. Draftnál ezt az opciót is érdemes tarsolyban tartani, hogy boss lopás lehetősége. És hasonló milyen Clancel megint, és az a durva, hogy nagyon jó időben jön, de ennek ellenére fél HP-ját elveszíti hasú, olyan nyúk érkezik a fanatiktól, amit Splendor nem nagyon tud kezelni egyedül. Penetik hozza is a középső tornyot, templomot. Bár védeni kéne egy kicsit azt a felső vonalat, hisz ott jön egy camp, amit még nem sikerült levédeni. De ha elmenni a topra, akkor engage-elne a Fnatic azonnal a bossra. Jól kell gondolkodni. Igen, meglátás jó. Megvan a 16 mindkét oldal. Egész talán majd itt ledolgozta a hátrányát a Misfits az elmúlt 4 percben. És ott jön az Odin, jön a charge, hó! Hol van a Clancel? Hol van Blumby? Nagyon sokat késett ez a Prism. Splendor is követi Blumbit. A frontline és a support halott, tudja nagyon jól ezt a Fnatic. Azonnal indít a bossra. Gyerekek! Mi az a cursed bullet? Olyan nerfet fog kapni látván majd a Blizzard ezt a tornamentet, hogy így értem én, hogy main tank Muradin. Nem is tudom közel hány ezer HP-ja lehet, de hogy így 0,1 sec alatt meltelődött el, és így Splendor egy Malfurionnal nem éppen a Burst Damage kihílelésére alkalmas, de azért ez brutál volt. Erre még egy palm se lett volna elég, olyan gyorsan meghalt. Reflex, atya éget, a szem, nekem a szememnek gyors volt ez a momentum. A Fnatic érkezik a bosszal, és a saját stílusához híven jön is a keepre, sőt, akár mehet tovább is, megszokhattuk tőlük ezeket a mozdulatokat, nagyon jó a Holy Ground, amivel kizúzna ez az ellenfelet. Blumby volum 2, nem sokon múlott, el kellett, hogy úzolja az avatárját, csak azért, hogy ne halljon meg 0,1 sec alatt megint. Cursed Bullet, the new meta gyerekek, Greymane is in the house. Ez már történelem. Ott a bosztán, jó, de jól használják ki, mehetnek tovább. Blumby esik el elsőnek. Én most nem akarok senkit megbántani, de Blumbyn ott volt a Clancel. Ennek ellenére úgy tűnt el, hogy... Láttátok. 0,1 másodpercek alatt tűnnek el az emberek. A Fnatic nagyon pörög, és a mai napra nagyon sokat készültek, és el tudnak hozni még két embert. Harmadikat is, Dark Mocha negyedik halott.
Hasu pedig egyedül az Odinban, nem hiszem, hogy képes lesz ezt lehozni. Jön egy aprócska shield, és talán befejezheti a Fnatic a második meccset. Ráfokuszálnak Hasura, nagyon kell. Rajta a taunt, és nem tudja elhozni Breeze. És itt van a vége. Hát mit csinál a Fnatic? 2-0.